Ilyen még nem volt. Hirdette a Fények éjszakájának meghívó plakátja, s valóban igaz, hogy olyan látványos, számtalan kísérő programmal gazdagított különleges fénysó még nem volt a városunkban, mint amit szombat este tekinthettek meg mindazok, akik részt vettek a főtéren megrendezésre kerülő nagyszabású programon. A Fények éjszakája fő attrakciója a fényfestés volt, viszont egészen sötétedésig rengeteg színpadi programmal készült a rendezvényt megálmodó és megvalósító Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat. A rendezvény célja az identitás erősítés, építés, ezért több helyi és környékbeli csoport lépett fel az eseményen. Közreműködött a Bocskai Ami Maklári Lajos tagintézménye, a Nána Formációs Társasten Stúdió, a Főnix Táncsport Egyesület, és a VRM Tánc Stúdió. A program sztár fellépője a Children of Distance volt. Ahogy leszállt az éj, kezdetét vette a fényfestés, mely szintén az identitásőrzés keretében valósulhatott meg a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat Hajdú hagyományok nyomában programja részeként. Ez a projekt már régebb óta működik, úgynevezett TOP 5321, de sok mindent nem hoz, nem mond a nézőknek, nem is akarok ebbe nagyon belemélyülni. Az a lényeg, hogy ezt a projektet elneveztük a Hajdú hagyományok nyomában, és ugye ennek több állomása van. Jelenleg a fényfestés, és ami most Hajdúnáláson van, ez a harmadik állomás, de ezen kívül sok egyéb program van. Egyébként Hajdúnáláson is voltunk. Van mesemondás, vannak családi napok, vannak gyermeknapok, egyéb más táborokat fogunk rendezni, és ugye már tavaly volt egy állomás Hajdúnáláson, amikor a Csíkzenekar volt itt, ugye az egy másik rendezvény volt, de ugyanebből a projektből valósult meg, és ugye ezzel megpróbálunk a megyébe mindenhova elmenni, és olyan produktumot vinni, amit hát azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy nagyvilágban lehet látni. Ugye a fényfestés az Budapesten, meg a nagyobb városokban van, de mi idehoztuk Hajdú-Bihar vármegyébe, jelenleg Hajdúnálásra, és ehhez megvásároltuk az eszközöket is. Tehát saját eszközökkel csináljuk, saját gárdával. A fénysót komoly előkészület és tervező munka előzte meg. Előtte már egy tervező csoport, ami lefényképezte az épületet, felmérte, és úgy csinálta meg a fényfestést. Csináltunk egy legendáriumot, ugyanebből a keretből,
és azoknak a motívumai jelennek meg a fényfestés során, minden egyes motívuma az. Minden egyes programelem az identitásnak azt a fajta formáját próbálja megmutatni, amikor egyrészt a hagyományokra építünk, másrészt viszont figyelembe vesszük a mai hétköznapokat is. Tehát ugye ebbe mi a hajdúkra, bocskaira, bocskai fejedelemre, és az ezt körülvevő mostani ugye napjainkban megélt, hát hogy is mondjam, élményekre próbáltuk összealapozni a kettőt, és az úgy látszik, hogy sikerült. A látványos fénysót két alkalommal tekinthették meg az est során a nánásiak. A két fényvetítés között pedig a sárkánylányok tűzsonglőr csapat, és a Let's Dance szórakoztatta a nagy érdeműt. Fények éjszakája nem az első, s a remények szerint nem is az utolsó olyan rendezvény, mely a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat szervezésében és támogatásával valósulhatott meg Hajdunánáson. Évek óta egy nagyon jó együttműködés van a vármegye és Hajdunánás között. A korábbi időszakban a fejlesztési programokban működtünk együtt, és ez nyilván ez folytatódik, illetve a tavalyi év, talán ebből a szempontból emblematikus év volt, amikor elkezdtünk kulturális kapcsolatokat is ápolni, és gyakorlatilag egy sor olyan rendezvényt tudunk kapni a megyétől, ami szerintem nagyon szépen színesíti a város kulturális életét. Ráadásul mi mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a bocskai hagyományok, a hajdú hagyományoknak az ápolására, és az a kettő, ahogyan találkozik, az gondolom, hogy talán színesebbé is tudja tenni, és egy sor olyan program tud érkezni, és olyan műszaki színvonala, ami korábban nekünk amire nem volt lehetőségünk, és én azt gondolom, hogy ezt folytatni is kell, és nagyon bízom benne, hogy ez a megkezdett úton ezen tudunk közösen tovább menni.